2022. januárjától ismét jelentős drágulásra, akár 10-30%-os áremelkedése is lehet majd számítani az építőanyagoknál. Komoly kihívást jelentett 2021-ben az alapanyagárak erőteljes ingadozása. A növekvő árakat nagymértékben befolyásolta az emelkedő energia, fuvarozási költség és az infláció is. Gond nem az áremelkedése van, hiszen mindig van áremelkedés, mindig volt áremelkedés, hanem a tendencia. Tehát nekünk most az a problémánk, hogy nagyon magas szinten stabilizálódott a 2021-es árszint, és hogyha még erre 10-20-30% rá fog rakódni, az a globális árban közel egy 10%-os áremelkedést fog jelenteni. A magas építésben a műanyag termékek, épületgépészeti termékek és faanyagok tekintetében 10-20%-os emelkedésre lehet majd számítani. A transportbeton előállítása kapcsán 4%-os eltérés tapasztalható, míg a kiselemes betontermékek tekintetében ez a szám 3-5%-ot jelent. Emellett a mélyépítésben is drágulás mutatkozott az utóbbi időszakban, tudtuk meg Kólya Józseftől. Leginkább a betonacéltermékek azok, amelyek ilyen jellegű rapszódikus mozgása figyelhető meg. Itt a 10%-tól egészen a 60-70%-ig terjedő ármozgásokat tapasztalunk. Nem is tudunk más tenni, mint hogy napi árakat alkalmazunk a beszerzési árakhoz viszonyított, vagy arra épülő és számított napi eladási árakat, vagy éppen felhasználási árakat. Egy átlagosan 20%-os építőanyag drágulás hatására nagyságrendileg 10%-kal került több az építkezés és a felújítás. A kis beruházók esetében tapasztalható a kivárás, de az építőipar lendülete az árak emelkedése ellenére nem tört meg az elmúlt időszakban.